A fotóművészetben, festészetben a portrék különleges helyet foglalnak el. Ennek oka, hogy az arc tartalmazza a legtöbb információt az emberről, vagy arról, amit az alkotó ki akar fejezni portréjával, a modellről. Borbély Béla a számára értékes embereket mutatja be a nagy érdeműnek. Több száz alkotás közül választotta ki a most látható portréképeket. A szem a lélektükre, ez egyértelmű. Hát, aki nem néz a másik szemébe, az olyan ember is. Tehát induljunk ki abból, hogy fontos a szem. Tehát a szem, egy szem elárulja az embernek a mienségét, lelkületét, más emberekhez való viszonyát, fontos. Tehát a többi az csak a hiszlet. Én ezekhez az emberekhez valamilyen szinten kötődök, valamilyen szinten fontosnak tartom őket, és fontosnak tartottam, hogy egy koncepcióba beleférjenek. Ugyanakkor itt arra is kellett törekedni, mint egy kiállításnál mindig, hogy azért sokrétű legyen. Igyekezzünk azért minimálisan bizonyos technikákat is bevonni, de nem az a legfontosabb. A natur, ember, a tekintete, a lénye, az a fontos, hogy tükröződjön vissza a képbe. Borbély Béla nem elégszik meg a felszínnel, a dolgok mögé néz és megtapasztalt belső érzelmekkel teli világ mélyébe kalauzol minket. A tárlat a Kisfaludi Közösségi Házban látogatható.